Ez a mai napnak az utolsó előadása, úgyhogy a főszervezők is azt mondták, hogy nyugodtan húzzuk el, hogyha ha lesznek esetleg kérdések, akkor közben is nyugodtan tegyétek föl, nyugodtan szakítsatok meg engem is, illetőleg hát be is mutatnám a kollégámat, előadótársamat, nem távolodok el a mikrofontól, Marton Pétert, ő a Magyar Követeléskező ZRT vezető üzemeltetési szakértője, és a mai nap lesz a segítségemre, vagy mondhatnám úgy, hogy a mai nap közösen fogjuk bemutatni a Lognes naplógyűjtő és napló elemző rendszer integrációját az MKK ZRT-nél. Hogy miért is gondoltuk azt egyrészt, hogy a mai nap közösen, hát Prauditor rendhagyó módon közösen fogunk prezentálni, ennek két oka van. Egyrészt az, hogy ezt Peti is szerintem hangsúlyozni fogja, hogy minden napló elemző projekt egy együttműködésnek az eredménye, és amennyiben sikeres egy ilyen projekt, az mindenképp egyrészt az ügyfél, másrészt az integrátornak is az érdeme. Úgyhogy mindenképp úgy gondoltuk, hogy úgy ildomos, hogyha Petivel közösen mutatjuk be ennek az eredményeit. Másrészt meg a elmúlt időszakban elég sok felkérés érkezett hozzánk, hogy ügyfélnél mutassuk be, prezentáljuk magának a napló elemző rendszernek a működését, vagy egyáltalán hogyan is néz ki egy ilyen process, hogyan is néz ki egy rendszer, egy Lognes keretrendszernek a bemutatása. Úgyhogy szerettük volna megragadni ezt a fórumot is, hogy bemutassuk. Vagy hát meg lehetőséget teremtsünk egy ügyfélnek arra, hogy elmondja saját szemszögből a tapasztalatait, meg tudja ezt veletek önökkel osztani, illetőleg hát Peti biztos örül neki, de hát nyugodtan kérdezzetek is tőle. Tényleg utolsó előadás, úgyhogy akár a végén az előző előadásnál nem volt sok kérdés. Remélem itt azért több lesz. A pár gondolatban én összefoglalnám, hogy miről is szeretnénk a mai nap beszélni. A első körben én összefoglalnám, hogy konkrétan mi is adott egy keretet ennek az egész integrációnak, hogyan is nézett ki ez a projekt. Peti összefoglalná az MKK célkitűzéseit, az MKK infrastruktúráját, én illetőleg bemutatnám, hogy milyen eszközök álltak rendelkezésünkre, tehát amikor én azt mondom, hogy szeretem azt mondani, hogy Lognes keretrendszer, akkor konkrétan milyen komponenseket értek alatta, hogyan is néz ki ezeknek a működése. Tekintve, hogy ez a mai nap egy workshop jellegű, úgyhogy szerettük volna valamelyik rendszerkomponens részletesebben is bemutatni. Mi a mai napra a Lognes Agent-öt választottuk, hogy bemutatjuk annak a működését. Egy hosszabb videóval készültünk, ahol konkrétan magának a keretrendszernek, az egyes pluginoknak a konfigurációját is igyekezni fogjuk a Petivel közösen bemutatni. És mivel itt van ugye egy ügyfél is, itt van ugye egy rendszergazda is, választottunk közösen olyan esettanulmányokat, ami úgy gondoljuk, hogy mindenképpen tanulságos lehet egy naplóelemző rendszer üzemelt, naplóelemző rendszert integráló szervezet részére. Hát és utána közösen megpróbáljuk majd levonni a tapasztalatain ennek az egész projektnek, megosztani önökkel. Ugye említettem, hogy itt egy kicsit én most beszélnék a projektről, tényleg csak pár szóban. Mindenképp azért érdemes róla szót említeni, hogy milyen kontextusba került egyáltalán ez a naplóelemző rendszer integrálásra az MKK ZRT-nél. Ugye egy csoportszintű integráció részeként implementáltuk Petieknél is a rendszert. Ezt én szoktam mondani, hogy ez egy ilyen rövid pályás integráció volt. Ez azt jelentette, hogy 6 szervezet, nagyjából olyan 400 host rendszerről beszélünk, 3 hónap alatt kellett bevezetni. És ami mindenképp speciális volt, ugye, hogy a csoporton belül többen voltak, akik ugye HPT hatály alá tartoztak, és maga ugye az ajánlati, vagy a felhívás is úgy hangzott, hogy 3 hónap alatt ugye HPT compliance naplóelemzést kell prezentálni a szervezeteknél. Amit mindenképp érdemes tudni, hogy egyes szervezeteknél volt már valamilyen hagyománya, rendelkeztek naplógyűjtési, naplóelemzési tapasztalatokkal, viszont a szervezetek jelentős részénél meg semmilyen hagyománya nem volt ennek, tulajdonképpen egészen az alapokról, nulláról kellett építkezni, és hát az elvárások is mások voltak. Itt ugye egészen már szerződés szinte meghatározásra került, hogy mik azok az LPS számok, amiknek ugye a rendszernek meg kell felelnie. Ez egészen a 160 LPS-től a 2000 LPS-ig terjedt ezek a csoportszintű integráció keretében. Ami mindenképp, ami tapasztalatunk volt, hogy ahhoz képest, hogy egy csoportról volt szó, egy rendkívül heterogén infrastruktúrával találtuk szembe magunkat, akár operációs rendszer szinten, akár határvédelmi eszközök szintjén, vagy akár csak a virtualizációs technológiák szintjén.
Említettem, ugye három hónap alatt kellett egy HPT compliance reportot letenni az asztalra. Ez ugye nem titok, a Magyar Követeléskező Zrt. És a HPT hatály alá tartozik, úgyhogy ez Petiéknél is ugye feladat volt, több más mellett is. Kicsi időeltolódással, de én is szeretettel szeretnék üdvözölni mindenkit, és egyben nagyon szeretném megköszönni a Példaaudit Kft.-nek a meghívást. Reménykedem benne, hogy ez a meghívás azt is jelenti, hogy mi a jó ügyfél kategóriát képviseljük, és ők is annyira élvezték a közös munkát, mint én. A társaságról annyit, hogy a 2011-es év egy izgalmas év volt a társaság, illetve az informatikai csapat életében is, melyet én is erősítek. A társaság menedzsmentje felvázolt egy olyan távlati tervet a társaság elé, olyan célokat határoztak meg, amelyben az akkor használatos infrastruktúra cseréje egyszerűen elengedhetetlenné vált. Mind a társaság működését bővíteni kívánták, mind a technológiát szerették volna modernizálni. Ugye egy új technológia bevezetése, hogyha végig gondoljuk, egy olyan naplózó, illetve naplóelemző rendszer bevezetését teszi szükségessé, mint ahogy Balázs említette, amelyel például a HPT megfelelő paragrafusainak a társaság teljes megfelelőséget tud mutatni. Illetve minek utána az MKK ZRT nem rendelkezik 300 fős informatikával, ezért a menedzsmentnek, bár nem csak az informatikai csoport, illetve csapattagjaitól, hanem a társaság egyéb területeinek a működésénél is a lehető legtöbb automatizált folyamatot várja el. Ennek a projektnek lényegében nagyon fontos pontja volt az, hogy a naplózásnak, illetve magának a naplók elemzésének kritikus pontjait olyan szinten automatizálni lehessen, illetve a riportokat olyan automatizált módszerekkel lehessen feldolgozni nap mint nap, ahol a manualitás jóformán már nélkülözhető tényezővé válik. Ezek voltak nagyjából magának a projektnek a legfontosabb ismérvei, és ugye az MKK célkitűzései, hogy milyen eszközök is álltak rendelkezésünkre. Amikor én itt az elején is említettem, amikor Lognes keretrendszerről beszélek, akkor így szokás ilyen marketing nyelven ezt mondani, hogy all-in-one megoldás. Ez egyrészt jelenti, amit részletesebben is fogok bemutatni, ugye a Lognes Agent komponenseket, ami szintén egy keretrendszer, szintén szabadon bővíthető pluginokkal. Ugye ilyen igényekkel majd fogok beszélni róla, a üzemeltetési tevékenységünk, az integráció során folyamatosan jelentkeznek ilyen igények, ugye mire kell gondolni, bizonyos zárt rendszerek, akár az SAP, akár mondjuk egy checkpoint tűzfal esetében, amikor natívan nem biztosított a naplóállományok továbbítása, és ezt akár egy agent vagy egy collector komponenssel kell megoldani. Ugye Lognes Collector, arról már csak kevesebbet fogok beszélni, maga a gyűjtésért, felelős tárolásért és a beérkező naplóállományok továbbításáira feldolgozó részére, ami pedig a Lognes Parser modulja végzi. Ahogy említettem, egy videóval készültünk, szerintem tényleg tökéletesen fog látszódni. Ez viszont nem a legvégén van, vagy pontosan a legvégén van, úgyhogy én inkább az elejére jövök. És elindítom a videót. Meg fogom állítgatni pluginonként, és fogok róla beszélni. Azt tényleg mindenkit kérek, hogyha bármilyen kérdés van közben, akkor állítsanak meg, igyekszünk rá válaszolni. Ahhoz, hogy az egész videót tökéletesen tudják értelmezni, én pár gondolatba bemutatnám magának a legfontosabb kezelőfelületének a egyes pontjait. Itt ugye én ezt 6 részbe szerveztem ezen a videón, itt talán legjobban látható. Ugye az egyes pontnál ott az aktuális forrás vagy nyelő pluginnak a nevét fogják látni, alatta lévő kettes pontnál, ugye itt így fölé húzom, a rendelkezésünkre álló forrás pluginek láthatók, egy-egy ilyen kis ikon szimbolizálja ezeket, alatta rendelkezésre álló nyelő pluginek láthatók. Ezek, hogyha szeretnénk ezt valamelyiket konfigurálni, akkor egyszer csak egyszerűen az egérmutató segítségevel át kell húzni ebbe a jobb oldali sávba. A négyes pontban meg fognak jelenni az egyes beállítási lehetőségek, azokról mindenképpen részletesebben szeretnék önöknek beszélni. Az ötös pontban, így talán jobban látszik, ugye a Lognes Event Log tárolónak az utolsó bejegyzései láthatók, a hatos pontban pedig majd magának a konfiguráció mentésére szolgáló gombok találhatók, erről is fogunk a videó legvégén beszélni. Amivel szeretném mindenképpen kezdeni, az a
rendelkezésünkre álló SocketSync plugin, ugye, ami itt a demóban az egyetlen nyelő plugin. Ugye mi a legfontosabb funkciója, meg is állítom a videót, hogy konkrétan a kliensek és a naplógyűjtő szerver között felépítse a kapcsolatot. Ugye rendben van, hogy van rengeteg forrás pluginem, de ezeket a naplóállományokat szeretném eljutatni a naplógyűjtő szerver részére. Mindenki ismeri, hogy alapvető elvárási naplógyűjtő megoldása kapcsolatban, hogy ne legyen naplóvesztés. Ugye ezt két oldalon kell egyrészt elérnünk, és ezért szokták ugye naplógyűjtő szervereket magas rendelkezésre álló clusterben kialakítani, aminek nyilván van az agentnek is ezt támogatni kell. Ugye itt a videón is látszott, hogy egyrészt megadhatunk egy primary naplógyűjtő, egy elsődleges naplógyűjtő szervert, megadjuk annak az IP címét, portot, amin figyel, megadhatunk másodlagos naplógyűjtő szervert, és nagyon fontos, hogy nem egy párhuzamos naplóküldés valósul meg, hanem az agent folyamatosan figyeli, és ha az elsődleges naplógyűjtő szerver kiesik, akkor átáll a másodlagos naplógyűjtő szerverre. De ugye nem csak ebben az esetben lehet nekünk naplóvesztésünk, hanem abban az esetben is, mondjuk a hálózati kapcsolat megszakad a kliensek és a gyűjtő szerver között, akkor ezt az agentnek magának az agentnek kezelnie kell, és ugye pufferelni kell ezeket a naplóállományokat. Ez itt a maximum cache size, ahol az egén mutató található, ez konfigurálható. Ezt egyébként ez a 105 darab számra kell érteni, egyébként az alapértelmezet ott, ami a videón szerepelt, az 10.000 volt, ez azt jelenti virágnyelven, hogy 10.000 eseményt fog megtartani, és várja, hogy felépüljön újra a kapcsolat, vagy ne adj Isten, újra elinduljon a naplógyűjtő szerver. Ezt teljesen szabadon adhatom meg neki ezt az értéket. Amire még lehetőség kínálkozik, ugye ez is alapvető elvárási naplógyűjtő infrastruktúra esetében, minden kapcsolat titkosított legyen, itt is lehetőség van ugye egy SSL csatorna kiépítésére a kliensek és a naplógyűjtő szerver között, ami itt szintén ugye látszik a videón is. Amit talán érdemes elmondani még ezen a ponton az agent működéséről, hogy natívan tudja kezelni, tehát nem szükséges másik agent, mondjuk egy Windows 2003-as szerverre, egy Windows 2008-asra, vagy ne adjisten egy Vista-ra, vagy egy, hoppá, elnézést, vagy mondjuk egy 2012-es szerverre, ugyanazzal a szoftverrel, programmal meg tudjuk ezt valósítani. Újra elindítom a videót. Itt ugye a karakterkódolását állítjuk, általában ugye Windows és UTF-8-at használ, mi ezt javasoljuk, ezzel tökéletesen működik. Az első forrás plugin, amit szeretnék bemutatni, az a Event Log Source plugin. Ugye itt is alapvetően a legfontosabb funkciója az agentnek, hogy a Windows esemény naplókat továbbítsa a naplógyűjtő szerver részére. Viszont ugye mit szokott lenni általában, amikor ajánljuk ügyfeleknek, System, Application, Security, azok mindenképpen legyenek továbbítva. Ezek ugye hozzáteszem, ezek az alapszintű naplózáshoz elegendőek. Viszont, ahogy itt a videón is látszik mögöttem, nem pusztán ezek az event log tárolók szerepelnek egy Windows operációs rendszerben, hanem mondjuk THCP teljesen máshova gyűjti, Windows Image Backup máshova gyűjti, ezeket az agent natív módon le kell tudni, hogy kezelje. Itt azok a tárolók jelennek meg, amik alapvetőleg azon a host rendszeren értelmezettek. A videón is azt fogják látni, igazság szerint, hogy a kolléga először az application, aztán a security, majd a system event log tárolót beállítja, és továbbítja a naplógyűjtő szerver részére. Amit mindenképp érdemes itt elmondani, hogy érdemes tudni a Windows naplózásról, hogy ugye ezt egyedileg lehet minden alkalmazás esetében specifikálni, hogy milyen event log tárolót használ. Például a kokáért az agentünk egy Lognes nevezetű event log tárolóba teszi az alkalmazás naplóit, ez külön igény volt, hogy ne az application-be szemeteljünk, ahogy szokás mondani, úgyhogy ez bármilyen más alkalmazásra is igaz, ezt natívan egy agentnek, agent szoftvernek ezt tudnia kell kezelni. A következő forrás plugin, amit szeretnék bemutatni, az egy kiegészítő, ez a Heartbeat plugin, ami nagyon egyszerű a feladata, egy konfigurálható időközönként, ugye 10 van megadva, ezt percbe kell értelmezni. 10 percenként küld egy életjelet magáról a collector szerver részére. Ebből tudjuk, hogy egyrészt az agent megfelelően működik, másrészt, hogy a hálózati kapcsolat rendben van az agent és a collector szerverünk között. Maga a heartbeat message, meg maga az az üzenet, amit
elküld tulajdonképpen, és mindenképp ezt is tudni kell, hogy ezt ugyanolyan üzenetként fel tudjuk dolgozni a Lognes rendszer oldaláról, mint bármilyen egyéb napló üzenetet, ami érkezik, ugyanúgy riasztás definiálható hozzá, ugyanúgy incidensként lehet definiálni, ez teljesen nyitott ilyen szempontból. Ehhez a Heartbeat funkcióhoz MKK oldaláról hozzátenném, hogy egy nagyon hasznos funkció, mivel hogy az MKK ZRT is rendelkezik olyan magas kockázati besorolású ügyviteli rendszerekkel, ahol a legkisebb kieséseket sem tudjuk elviselni. Így azt tudom elmondani, hogy ez a Heartbeat funkció nálunk tökéletesen működőképes, és minek utána automatizált riasztások építhetőek bele, így jóformán a teljes informatikai csapat azonnali hatállyal értesül arról, hogyha bármelyik hoztunk esetlegesen kiesik a folyamatból. A következő forrás plugin, ami lesz, az, ha tippelnem kéne, akkor az az IIS Source plugin. Ugye erről is, ez konkrétan a Microsoft Web Server megoldásának a naplózására szolgál. Mit is érdemes róla tudni? Az IIS az a weboldalak naplóit egy konfigurálható, egy a rendszergazda által megadott naplóba gyűjti. Ugye ezek napi rotálású logfájlok, úgyhogy mindenképpen megnehezíti a naplózását. Tehát például egy konkrétan, mondjuk arra gondol az ember, hogy megad csak egy naplófájt, és azokat fogja az agent naplózni, az nem megfelelő megoldás. Más esetben ugye ezzel mi is tapasztaltunk ugye az integráció során, ez egy fejlesztési igény volt egy konkrét projekt során, hogy sok IIS-ük van, sok weblapjuk van, és nem igazán akarják összevadászni külön egy sima FileSource pluginnal, hogy konkrétan ezek hova naplóznak. Erre érkezett egy ilyen kérés részünkre, hogy az IIS-ből, tehát a webserverből olvassuk ki közvetlenül az agent oldaláról, hogy hol vannak ezek a naplófájlok, és ezért látható az, hogy ez a négyes mező, ahol alapvetőleg eddig konfiguráltuk ezeket a forrás plugineket, ott nem látható semmi. Ennek oka, hogy tulajdonképpen semmilyen beállítás lehetőség nincsen, nem kell semmit beállítani. Amikor ezt élesítjük, elmentjük a konfigurációba, akkor az IIS-től ez le fogja kérdezni ezeknek a naplófájloknak a helyét, és a naplózás automatikusan elindul. Ezért szokták mondani a kollégák, hogy ez a kedvenc pluginjük tulajdonképpen, mert baromira nincs vele munka. A Pattern File Source plugin a következő. Itt is ilyen, inkább a tapasztalatokat szeretném megosztani. Ugye, amikor elindult maga a Lognes Agent, egy File Source pluginunk volt, ez az egy File Source plugin, ez azt csinált, hogy megadtam neki egy logfájt, és azt naplózta annak a tartalmát. Ez teljesen jó, csak ugye ez nem volt elegendő. Utána jött az, hogy inkább adjunk meg egy mappát, és akkor a szülő anya mappában lévő összes logfájt fogja naplózni. Ez is sok esetben működött, viszont pont az ilyen rotált naplófájlokban naplózó alkalmazások esetén, amikor már meghatározott névkonvenció szerint hozza létre ezeket a naplófájlokat, ez nem volt megfelelő. Ilyen ténylegesen mondjuk a DHCP, vagy akár az IIS-t is példának hozhatjuk. Ebben az esetben volt arra szükség, hogy ezt a Pattern File Source plugin-t is alkalmazzuk, amikor file mintákat lehet megadni. Itt a videóban, ugye, amit megadtunk, ez a csillag.log, tehát bármi.log, vagy a log alulvonal csillag.txt, tehát log alulvonal bármire illeszkedő napló fájlokat fogja a megadott mappából naplózni. Úgyhogy ez a három File Source plugin található. A következő az SQL Trace Source plugin, amit még szeretnék bemutatni. Ez, ha minden igaz, utolsó forrás plugin, amit a mai nap szeretnék bemutatni. Ez magának konkrétan az SQL Server változásait képes nyomon követni. Ugye itt akár az adatbázis séma, az adatok változását, vagy bármilyen audit esemény, például Management Studion keresztül történő bejelentkezés naplózására lehetőség van. Itt, amennyiben egy lokális SQL szerverről van szó, egyetlen egy, amit ugye a videón látszik, nem is szükséges megadni, összvisz egy Trace Definition file-t kell beimportálni, és a Trace Definition file-ban meghatározott eseményeket fogja az agent naplózni. Ugye ebből Petinek is vannak azért komoly tapasztalatai a projekt során. Igen, köszönöm szépen. Én kértem Balást, hogy az SQL-nél álljunk meg egy kicsit, bizonyára mindenki számára ismerős egy SQL adatbázis használata, illetve hogyha annak a naplózását megnézzük, egy SQL ugye eszméletlen mennyiségű naplóbejegyzést képes generálni. Tehát itt a szűrőfáj beállításánál például már tökéletesen ennek az előadásnak a címe is mutatja azt, hogy milyen buktatók és milyen előnyök lehetnek egy ilyen naplógyűjtő és elemzőrendszer bevezetésénél. Hiszen egy SQL adatbázist, hogyha nekiállunk naplózni, szét kell tudni választani ugye azokat az eseményeket, amelyek
kritikus besorolásba esnek, tehát mondjuk egy mindennapos működést, egy adatbázishoz való illetéktelen hozzáférést szeretnénk napló elemzőrendszerben külön eltárolni, illetve ugye vannak olyan napló események, amelyek bár alapvetően mondjuk ki pongyolán megfogalmazva nem fontosak a mindennapos működés során. Ez persze önmagában mivel nem igaz, mert minden napló bejegyzés fontos, de ugyanakkor célszerű, illetve egy nagyon nagy buktató lehet nem megfelelő felméréssel, nem megfelelő felkészültséggel és elképzelési szintekkel neki menni egy ilyen napló elemzőrendszer bevezetésének, ugyanis már egy buktató lehet az, hogy ráeresztjük az SQL szerverünkre a napló elemzőrendszert, és ott fogunk tartani, hogy mi azt gondoltuk, hogy nekünk 150 esemény per másodperc szám az tökéletesen elég lesz, mégis már meg fogunk lepődni, hogy az SQL képes akár 300-350 darab eseményt is másodpercenként generálni, és innentől kezdve mondjuk esetlegesen a hardware, amit mi a napló elemző és gyűjtő rendszer alá terveztünk, az egyszer csak rövid idő alatt nagyon elfogy. Hazudtam az előbb, tehát nem ez volt az utolsó forrás plugin, még egyetlen egy van, a TMG FileSource plugin, amit mindenképpen érdemes tudni szintén a Microsoftnak, ugye a tűzfal, ez a Threat Management Gateway megoldásáról, hogy, és állítom, hogy nem hajlandó más tűzfal elemekkel ellentétben, vagy tűzfal komponensekkel ellentétben syslogon továbbítani üzeneteit, hogyha itt szeretnénk mondjuk a tűzfalon bekövetkező bármilyen változást naplózni, akkor azt el kell kérnünk tőle. Ugye erre ez a TMG plugin alkalmas, egy RPC interfészen keresztül kérdezi le ezeket a naplóállományokat. Amit itt mögöttem látod, ez a check period, ez pusztán annyit jelent, hogy milyen időközönként kérem le ezeket a logokat. Pusztán ez az, amit konfigurálnia kell. Utána a TMG tűzfalon bekövetkező változások meg fognak érkezni a naplógyűjtő szerveremre. Amennyiben ugye itt a nagy piros nyíl mutatja, az apply config to GPO utasítást kiadom, amennyiben itt ez egy lokális telepítés volt, a local group policy-ba fogja elmenteni a beállításokat, amennyiben nyilvánvalóan lehetőség van itt egy domain controller-en történő telepítésre, és ez GPO-ból érvényesíteni az összes host rendszerre, akkor a korábban létrehozott GPO-hoz kell hozzákapcsolni ezt a konfigurációs beállításokat, és utána elindítani magát az agentet. A videó végére is értünk, én ennyit szerettem volna elmondani az agentről magáról. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi ez volt, ez egy nagyobb szekció volt az előadáson belül, hogy ezzel kapcsolatban van bármilyen kérdés esetleg, ami felmerült bármelyik pluginnal kapcsolatban. Nem. Jó. Akkor viszont tovább is megyek. Maga a Lognes kollektornak, majd a Lognes keretrendszernek még két komponensről beszélnek tényleg csak keveset. Magáról a kollektorról pusztán, amit szeretnék kiemelni itt a mögöttem lévő pontokból is, ugye hát ebben a két megoldáson, hogy gyűjtsünk naplóállományokat, az agent alapú, felrakjuk az agentet a kliensekre, úgy küldi. A másik, amikor erre nincs lehetőség, hiszen egy zárt rendszerről beszélünk, ebben az esetben ugye kollektor alapú megoldást kell alkalmazni. Erre például nagyon jó példa egy checkpoint tűzfal, itt a mai nap is van talán előadás a checkpointosoktól, amennyiben ugye ettől el kell kérni, ezek a Lognes kollektor oldalán kerülnek implementálásra, és az adott eszköz által használt protokollon le lehet kérdezni ezeket a naplóállományokat, például ilyen a checkpoint tűzfal is. A parser moduljáról beszélnek, sőt, szintén nagyon keveset, mert el is ment az idő magával az agentnek a bemutatásával. Ez Lognes parser végzi ugye a beérkező naplóállmányok normalizációját, adatbázisba szervezését, és ellátja mindazokat a funkciókat, ami egy érdemi naplóelemzéshez kell, ugye riportolás, riasztás, keresés, illetőleg az incidens management funkciók. Amire még mielőtt, inkább Peti bemutatja az infrastruktúrát. Nem szeretném az időt húzni azzal, hogy szervertípusokról, szoftvertípusokról beszélek. Amiatt ezt a szlájdot kértem, hogy a Balázs rakja föl, csak azt szerettem volna önöknek szemléltetni tapasztalati oldalról, hogy mi a Lognes rendszert konkrétan milyen széles infrastruktúra körben kezdtük el alkalmazni. Itt látják a szlájdon, szerepel itt szerver, számítógépek, konkrétan a Windows-os operációs rendszerek, akár határvédelmi eszközök, adatszivárgás elleni védelem. Ezeket azért kértem felsorolásra, mert az elején az előadásnak említettem, hogy a menedzsment milyen új célokat vázolt föl. Ez a szlájd hivatott arra, hogy bemutassa, hogy
mekkora mértékű volt ez a változás. Tehát kvázi majdhogy nem kimondhatom, hogy egy teljes infrastruktúra cserével és egy modernizációval járt együtt, és nekünk ezt a vadonatúj struktúrát kellett a Lognes keretrendszerrel integrálni. Kérdés lehet? Persze. Igen. Ennek van valami köze a Lognes-hez, vagy ez egy teljesen külön futóprojekt volt? Nem, az adatszivárgás elleni védelem az ugye megvalósult hardware-es, szoftveres módon. Ezen eszközök, amit mi ennek a funkciónak a megvalósítására alkalmazunk, ezek is generálnak naplófájlokat, naplóbejegyzéseket, illetve vannak rájuk riasztási procedúrák beállítva, és ezeket mi mind integráltuk a Lognes-be. DLP alatt, itt teljes DLP-t értetek, vagy így van. Valamilyen, tehát egy teljesen külön DLP rendszer működik, és így van. Így van. Ugye ezt talán a későbbiekben még fogjuk részletezni egy másik szlájdon, ugye Petéknél eléggé korlátozott az informatika erőforrás, és volt egy olyan elvárás már a projekt elején, hogy egy központú biztonság menedzsment rendszert hozzunk létre, tehát az összes rendszer, biztonsági rendszer, naplóállományait, riasztásait, az konkrétan a Lognes rendszerbe integráljuk. Ugye ez egy alapvető elvárás volt, itt akár a különböző méralhiváló rendszereknek a riasztásaira, a naplóállományaira, akár a DLP megoldásnak a naplóállományait. Az mind-mind ugye a Lognes rendszerbe került integrálásra, és annak az incidens funkciói vannak erre, riasztási funkciói vannak elsődlegesen erre használva. Nyugodtan gyertek ám be, gondoljátok. Az esettanulmány, át is térnénk az esettanulmányokra, itt ezt már Peti fogja inkább prezentálni. Három példát választottunk, ami szerintem ilyen szempontból mindenképp tanulságos lesz a mai napra. Egyrészt a virtualizációs infrastruktúra integrációja, a határvédelmi eszközök, illetőleg a hardveres infrastruktúra támogatása, integrációja. Ebből is az első maga a virtualizációs technológia. Igen, mint azt elmondtam, infrastruktúra cserét hajtottunk végre, melynek keretei között virtualizációs környezetet vezettünk be. Ugye virtualizációs környezetek sokfajták, mindenki ismeri őket, rengeteg fajtájuk van, rengetegféle naplóállománnyal. Ennek az integrációs projektnek ugye alapvető feltétele volt az, hogy részünkről is egy megfelelő szintű felkészülés menjen végbe annak függvényében, hogy ismerjük a saját rendszerünket és határozzuk meg előre azokat az adatköröket, azokat az eseményeket, amelyeket mi naplózni szeretnénk, és ugye, hogyha valaki egy ilyen rendszer bevezetésére adja a fejét, akkor tudnia kell azt, hogy miért szeretné használni. Tehát ugye ismerni kell az eseményeket, ezeket meg kell tudni próbálni csoportokba szedni. Magát az integrációs projektet rettenetesen segítette a rövid idő ellenére az is, hogy megfelelő számú teszteseményt tudtunk összeszedni, és ezeket a teszteseményeket a PR Audit Kft-vel közösen végigteszteltük, illetve az eredmények kiértékelésénél még szorosabb volt az együttműködés, ugye rengeteg olyan esemény volt, főleg egy virtualizációs technológia tesztelése során, ahol egy eseményhez kapcsolódóan sok olyan jellegű naplóbejegyzés keletkezett, melyek kísértetiesen hasonlítottak egymásra, ugyanakkor nekünk azt az egyet vagy kettőt kellett, itt majd a korrelációra át fogok térni, de azt az egyet vagy kettőt kellett megfogni, amelyel egy-egy esemény ténylegesen és pontosan azonosítható volt, és ezzel integrálható volt akár egy napi, egy heti, egy havi, akármilyen reportban menedzsment részére. Itt említettem ugye a korrelációt, ez egy nagyon fontos része például a virtualizációs környezet integrálásának. Ezzel sok küzdelem volt azért, mert mondjuk egy virtualizációnál vannak olyan folyamatok, végbe menő folyamatok, amely folyamat nem egy hoston generál akár naplóállomásokat. Vegyük alapul egy teljesen egyszerű példát, van kettő darab hostunk, van sok virtuális gépünk, és egy darab virtuális gépet egyik hostról egy másikra ugye áthelyezünk. Itt ugye miről beszélünk, az egyik hostról egy virtuális gép kiregisztrál, a másik hostról beregisztrál. Ez helyből kettő helyen keletkezett naplóállomány, és ezt korrelációval nekünk megjelenítési formában úgy kell eltárolni, hogy mi ne azt lássuk, hogy ne csak azt lássuk, hogy innen kiregisztrált, ott beregisztrált, hanem konkrétan lássuk azt, és kapjunk arról egy riasztást, hogy egy virtuális gép esetlegesen elmozdult az ő neki kiszabott helyről, és esetleg ez negatívan befolyásolhatja a mindennapi működését a társaságnak. Amit mindenképpen még itt kiegészítenék, vagy elmondanék a Peti mellett, ugye szoktunk hangsúlyozni, hogy meg hát a prezentáció, és ezen a lényege, hogy milyen problémákkal kell megküzdeni, vagy mi az, hogy finom hangolás folyamatosan. Ugye itt még az integrációs fázis során volt egy verzióváltó az MKK életében, ami egy ezt
azt eredményezte, hogy az addig bevált és kitesztelt napógyűjtés és napolemzés nem tökéletesen működött, tehát egyáltalán változtatnunk kellett a szűrési szabályokon, változtatnunk kellett a ripor struktúrán, ezeket át kellett vezetni, és nyilvánvalóan hát a jövőben is, hogyha bármilyen történik, akkor ezt szintén meg kell tenni a rendszerem. Magán a határvédelmi eszközök integrációnál is csak röviden felvezetném a Petit, amit mindenképp kiemelnék, az a tesztelésnek a fontossága. Pont itt a bejövetel előtt beszélgettem egy szintén nagyon kedves ügyfelünkkel, és vázoltam neki, hogy nálam miért mennek szerintem, vagy az én véleményem szerint lassabban ez az egész napolemzési projekt. Ott konkrétan egy nagyon osztott szervezet van, a biztonsági osztály nem fér hozzá a rendszerekhez, mindig kérvényezni kell a beállításokat az IT-tól, nincs lehetőség leülni, tesztelni, még egyszer javítani a változtatásokat. Ugye ez a Petiék esetében egy eléggé jól bejárt eljárás rendszerint történt, de én itt ugye pirossal meg is jelöltem a tesztelést. Abban az esetben mondhatom azt egy host rendszerről, hogy megfelelően naplóz, hogyha beállítottam a naplózását, leteszteltem, azt kiértékeltem, finom hangoltam, hogy lehet ezt ilyen kevésbé szépen mondva hiba javítottam. És utána újra teszteltem, és ebben az esetben én meggyőződtem róla, hogy minden tökéletesen működik, akkor zárhatom le egy hossznak az integrációját, ami hát egy külön történet volt a Peti ég tűzfal eleme esetében. Igen, ez egy külön történet volt, az előzőtől teljesen eltérő technológiájú és típusú tűzfalakat vezettünk be, ráadásul nagyobb számút is, magasabb biztonsági fokozatokkal. Ugye itt ülők közül biztos mindannyian találkoztunk már tűzfalakkal, tudjuk, hogy egy tűzfal mennyit naplóz, hát szorozzuk meg az SQL-t mondjuk 2,5-lel. Egy tűzfal, illetve egy tűzfalrendszer naplózása során ugye kritikus annak a fontossága, hogy mely események azok, amelyeket magas kockázatúnak sorolunk be, mely események azok, amelyek esetleg a statisztikát erősítik, illetve mely események azok, amelyek bár, mint mondottam, volt mindennapló fontos, de esetlegesen nem szükséges őket a mindennapos riportokban megjeleníteni. Igen, a tűzfalainkkal volt küzdelem, mint ahogy azt Balázs felvezette, mert itt elég sok olyan tényező volt, ami miatt többkörösre sikerült az integrációs projekt. Igazából azt tudom erről elmondani, hogy lényegében itt a tesztesemények körét meghatározni, én azt mondom, hogy egyszerű, hogyha valaki biztonságtechnikai téren, ugye otthon van az informatikában, vannak standard események, amiket meg kell határozni, ezeket le lehet tesztelni, de mondjuk minek utána nálunk ugye az volt a cél, hogy minden automatizált legyen, és az incidens kezelést is esetlegesen támogatni tudjuk, azért belegondolunk, egy tűzfalat, hogy incidens érjen, azt letesztelni, az azért már nem egy olyan egyszerű folyamat, de én azt kell, hogy mondjam, hogy közös munkánk során nekünk még ezt is sikerült megoldani, úgyhogy biztos mondhatom egyébként, hogyha valaki önök közül megpróbál hozzánk tűzfalon keresztül bejutni, én arról azonnal e-mailt fogok kapni, és megteszem a szükséges biztonsági lépéseket, amit ilyenkor egy informatikusnak illik megtenni. Itt is talán csak annyit tennék hozzá, hogy akkor Petiből nem sikerült kihúznom, hogy mi volt a probléma itt a projekt kapcsán, akkor én se fogom elmondani, de mindenképp rá kell szánni az időt a projektre, és mindenképp a változásokat, akár legyenek az infrastruktúrába bekövetkezett változások, legyenek azok akár személyi változások, ezeket mindig át kell vezetni magán a napolemző infrastruktúrán. Az utolsó esettanulmány vagy példa, amit hoztunk, az a hardware-es infrastruktúra támogatása lenne, ami főleg három komponensét már kérdés is érkezett, terjedt ki, az is látszik. Igen. Volt egy kérdés, hogy mit akarnak ezek a dolgok. Ugye vannak szerver számítógépeink, vannak adatszivárgás ellen védő hardware és szoftver megoldások, illetve mint minden társaságnál van egy hálózat, az azt menedzselő hálózati aktív elemeknek, és ezeknek az összességének a naplózása mindegy fontos dolog. Szerverek oldaláról nekünk tapasztalati szinten tudom elmondani, hogy azok a szerver számítógépek, amelyeknek van hardware management modulja, amelyet ugye helyi hálózaton keresztül lehet elérni. Ezeknek is vannak naplóállományai, ugye a szerverek ide tárolják le az ő saját alaplapjukon történő változásokat, hibákat, elment az áram, kikapcsolt a tápegység, elromlott. Ezeket én elmondhatom magamról, hogy annyira jól sikerült a társaságunknál az integráció, hogy ezeket mi mind-mind bele tudtuk lakni a Lognesbe, illetve hát ez mondjuk a szerencsés hardware választásnak és a sikeres együttműködésnek azt mondom, hogy a közös
eredménye. Bocsánat, a kérdésre részint válaszolva, adatszivárgás elleni hardware és szoftver védelmünk elég széles, tehát nem egy eszköz biztosítja, beszélhetünk itt mail archiverekről, beszélhetünk itt különféle hálózatszűrő alkalmazásokról és hardware elemekről, és az ezek által generált naplóállományokat, illetve helyesbitek jóformán az egész infrastruktúra által generált naplóállományokat mi mind a Lognesben gyűjtjük és elemeztetjük és riportoltatjuk. Ami talán még erős, hogy a Peti is elmondta, hogy természetesen függ az integrátortól, de szintén nagyon-nagyon sok függ magától az eszköztől is, és bár itt a szlájdon nem szerepel, de mindenképpen el kell mondani, hogy amikor azt bármilyen szabályzat vagy változásmenedzsment szabályzatban az ember olvassa, hogy már a fejlesztés fázisába szükséges meghatározni a naplózással kapcsolatos elvárásokat, ugye ez ilyen tipikus ilyen bullshitként hangzik egy szabályzatban, annál fontosabb, nap mint nap küzdünk azzal, hogy nagyon nehéz visszanyúlni egy rendszerhez, ami nem naplóz megfelelően, a fejlesztés nem terjed ki erre a megbízása, nagyon-nagyon nehéz utána azt már naplózásra bírni és integrálni a gyűjtőrendszerbe, úgyhogy mindenképpen a választás azt, és ami az üzemeltetés oldalon van, mindenképp fontos. Nem maradt más hátra, így az időnk vége felé is, hogy az ökszerzőmények próbáljuk a tapasztalatokat levonni, ezt már talán részben említettük is. Nem sikerült Balázsnak belőlem kihúzni ott a tűzfalak környékén ezt a kvázi mondjuk úgy panaszkodás, mivel hogy ő az elején elmondta, hogy erre a projektre nagyon-nagyon-nagyon rövid idő volt. Én azt gondolom, hogy az a tapasztalat, amelyet én jelen pillanatban megpróbálok önökkel megosztani, hogyha valaki naplóelemző, gyűjtő és elemzőrendszer bevezetésére adja a fejét, én azt gondolom, hogy jó gondolja meg, hogy miért is akarja ezt a rendszert használni, illetve bevezetni. Mert hogyha tényleg szeretné valaki használni, akkor viszont rá kell szánni az időt. Ha nem szánjuk rá az időt, rengeteg finom hangolás, vagy ahogy csúnyában mondják, hibajavítás zajlik, ami egyrészt rettenetesen időigényes, másrészt normálisan beállítani, illetve megfelelően konfigurálni egy rendszer sokkal könnyebb, mint utána hibát detektálni, megkeresni a hibaokát, kijavítani. Ez rettenetesen időigényes dolgok. Illetve, amit már az elején említettem, hogy a szerencsés választás is, de egyébként annak az egyénnek, aki ezt a projektet, az MKK részéről ez az egyén én voltam, de annak a kollégának, aki egy ilyen rendszer integrációja során aktívan részt vesz, bizton mondhatom, hogy szinte minden egyes komponást a velejéig, a csontjáig, a csontvelőjéig ismerni kell, hogy hogyan naplóz, mit naplóz, hogyan lehet belőle naplókat kihúzni, milyen jellegű naplókat lehet belőle kihúzni, illetve természetesen ismernie kell a menedzsment elvárását, hogy mik azok, amelyekből riportokat kell generálni, illetve az informatikai biztonság terén tisztában kell lenni azzal, hogy mik azok, amik olyan jellegű riasztási kategóriát képviselnek, amelyek esetlegesen azonnali beavatkozást tesznek szükségessé egy informatikai csapat részéről. Talán arra így sikerült a prezentáció során is rávilágítani, hogy az eszközök rendelkezésre állnak. Ugye Petiéknek az egy külön elvárás volt, hogy közben is említettem, hogy itt minél jobban minden automatizálva legyen. Tehát a riportok, az online, az offline riportok, a keresések, a riasztások, az incidens management, minden a lehető legnagyobb mértékű automatizálással kerüljön integrálásra, nyilván humán erőforrás problémák miatt. Minél jobban igyekezzünk támogatni az informatikai üzemeltetést, és szintén közben elhangzott egy olyan vezetői információs rendszer alapjait tegyük le, ami ténylegesen mind a vezető, mind az üzemeltetés részére egy erőforrás megtakarítást jelent. Nincs megállás, ugye rövid idő volt az integrációra, de Petinek szerintem annál több terve van még a jövőre vonatkozóan. Így van, vannak terveim is, illetve amit még el szerettem volna mondani, hogy társaságunk vezető, illetve a menedzsment elég kíváncsi alkatok, tehát az előző szlájdon látható volt ez a vezető irányítási rendszer alapjait lefektettük című bejegyzés. Ez annyit szeretne takarni, hogy ugye, ha ki egy ilyen rendszert üzemeltet, ugye vannak erre törvényi előírások, jogszabályok, illetve maga a társaság működési rendje, hogy milyen időközönként, milyen tartalommal és miről kell riportokat készíteni. Gondoljunk bele, milyen jó az, amikor egy kis számú informatikai csapatban van egy olyan rendszerünk, ahol egyszer egy igen kemény munkaárán sikerült ezt automatizálni, de kvázi elmondhatom, hogy majd, hogy nem nincs vele dolgunk. Mert ezek az információk, amelyeket kritikusnak, fontosnak, lényegesnek jelöltünk meg, ezek ugye összegyűlnek a Peraudit Kft. Lognes rendszerében, amit mi korlátlanul elérünk, és nálunk a menedzsment részére ugye betekintési jogosultság van kiosztva, így akár egy
belső ellenőrzés, akár egy felsővezetői érdeklődés gyanánt, nem kell a szőnyeg szélére mennünk és magyarázkodni, nem kell mindenféle jelentéseket írogatni, tekintettel arra, hogy a kedves menedzsmentet képviselő kedves vezető urak kinyitják a Lognes webes felületét, és meg tudják nézni, ami őket éppen érdekli. És igen, Balázs felvezette ezt a dolgot, nincs megállás. A társaságnál jelen pillanatban a VoIP telekommunikációs infrastruktúra és architektúra áll fejlesztés alatt, illetve a működésének a szélesítése zajlik, és igazából a projekt sikerességét tekintve jött az ötlet az informatikai csapat részéről, hogy minek utána a VoIP technológia is egy meglehetősen szélesen és jól napolózható architektúrával rendelkezik. Mi megpróbáljuk ezt is a Lognes rendszerbe integrálni, és nagyon remélem, hogy az eddigi tapasztalatok mellett ez is hasonlóan sikeres lesz, mint az eddigi közös munkánk. Úgy legyen. Viszont szeretnénk megköszönni a figyelmüket, és remélem vannak kérdések, akár hozzám, akár Petihez. Akár az agent, akár a bevezetése, vagy akár azokról a komponensekről, amiről kevesebb szó hangzott el itt a mai prezentáció során, akár a kollektor. Van is egy kérdés. A projektről szeretnék a körülményekről néhány szót, ha lehet. Volt-e határidő túllépés az eredeti tervekhez képest, illetőleg költség túllépés, illetőleg a éles indulás óta volt-e audit, külső informatikai vagy pénzügyi audit, ami a logelemző, ezt a logelemző rendszert vizsgálta, és ha esetleg egy-két szóval elmondanátok, hogy milyen eredménye zárult, tehát pozitíve, ami eredménye. Hát én ezt úgy gondolom, hogy inkább Petinek. De én is nagyon, akkor elmondom először én, és akkor Peti kiegészíti. Ugye tényleg nagyon rövid idő állt a projekt rendelkezésre a projekthez, és ahogy itt én utalgattam közben és a prezentációban, tehát leszállítottuk ez alatt a határidőre, amikor szükséges volt, viszont voltak olyan rendszerkomponensek, ami pont amiatt, amit itt szerettünk volna kiemelni a prezentáció során, hogy vagy nem volt megfelelően átgondolt a bevonása, nem pont azok az események, nem, tehát amikor egy hostnál azt mondom, hogy mit és miért szeretnék naplózni, amikor ez nem volt megfelelően lefektetve, és szükség volt már a projekt befejezése után egy finom hangolásra, és ezeknek az eseményeknek a bővítésére, ez már a projekt hivatalos befejezésén túl került végrehajtásra. Pont ezért is választottuk ezért ezt a példát, a tűzfal komponenset, ami ezt példázza. Én tudtam, audit még nem volt itt nálatok. Kezdjük inkább az elején igazából. Jó. Ezt a projektet én két részre osztanám. Ugye van a projektnek egy bevezetési szakasza, és van egy finom hangolási szakasza. Költségekbe hosszú távon nem mennék bele. Értelemszerű minden projektnek van egy költség összetétele, amit vezetők ugye nem nagyon szeretnek engedni túllépni. Én azt gondolom, hogy plusz költséget nem generáltunk a projekt során. Inkább azt kell megtalálni, hogy a bevezetés azt a potmétert kell megtalálni, hogy a bevezetés hol ér véget, és a finom hangolás hol kezdődik. Tehát, hogyha nincs megfelelő felkészültség, akkor ugye a bevezetési szakasz rövidebbre nyúlhat, viszont a finom hangolási szakaszt nagyon-nagyon el lehet nyújtani, és ez okozhat többletköltséget egy projekt során. Én azt gondolom, hogy nem mondom, hogy minden téren, mert mondjuk nálunk ugye komponensekre, hardware elemekre volt osztva maga a projekt, nem mondom, hogy minden egyes rendszer, hardware, szoftvereszköz esetén ez a felosztás a bevezetés, illetve a finom hangolás terén pontosan az 50%-ra esett, mert értelemszerű, hogy Balázséknak is volt máshol is ezzel dolguk, nem csak nálunk, illetve nálunk is, ugye, mint mondottam volt, meg Balázs is mondta, hogy nem magas létszámú az informatika, de én azt gondolom, hogy a kezdet és a vég határidő közé be tudtuk szorítani ezt a projektet, nagyon kemény munka árán, és kellő odafigyeléssel egyebekben nem generáltunk plusz költséget. Ami pedig az auditot illeti, tekintettel arra, hogy az MKK ZRT egy állami vállalat, nálunk állandó belső ellenőrzés van, állandóan központban vagyunk. Balázséknak még nem számoltam belőle, de volt azóta már belső ellenőrzésünk, és meglehetősen pozitív eredménnyel zárult. Akkor én erről tényleg nem tudtam. Azzal, hogy az elején említettem, ez egy csoportszintű integráció volt. A csoport más tagjaitól már érkezett hozzánk belső ellenőr, aki auditálta ezt a tevékenységünket. Ugye
ezt általában milyen naplózásról, naplóelemzésről van szó, és mivel az elején még nem tudjuk, hogy milyen naplóállományok fognak bekülni a rendszerbe, ugye ezt általában kiszervezés keretében nyújtjuk ezt a szolgáltatást, talán ezt sem tettem az elején, ha már itt kérdés merült föl, ugye ezt kiszervezés keretében nyújtjuk az egész naplóelemzést, tehát a saját hardware eszközeinken egy naplógyűjtés és naplóelemzési szolgáltatást végzünk az ügyfeleknél. Sok esetben ugye ez kiszervezés keretében, és mint kiszervezés, ugye jogszabály szerint a belső ellenőr általában ez köteles ellenőrizni, és ilyen a csoportból is ilyen ellenőrzésekre sor került. Illetőleg még annyit tennék hozzá, hogy Peti, hogy én nem akarom se itt, se máskor igazság szerint azt a képet festeni egy naplóelemző rendszernek az integrációjáról, hogy ez sétagalop, tehát itt a Peti száját is elhagyta, hogy kemény munka volt. Oké, rendben van, egy hónap volt az egésznek a bevezetésére az MKK-nál, de mindenképp az integrátor és mindenképp az üzemeltetés részéről is egy kemény munka az, hogyha tényleg eredményes, és olyan naplóelemzést szeretnénk letenni, ami tényleg hozzájárul ahhoz, hogy akár a biztonsági szintet növeljük, akár az üzemeltetést támogassuk. Hozzátenném, hogy ez szükség van, ha már egymást fényezzük egy picit egy olyan integrátorra, akivel azért egy projekt úgy megtervezhető, hogy mindkét féltől szükséges az integrátortól, az én szemszögemből különösen a rugalmasság. Tehát ugye, hogyha papírra vetünk egy projektet, amit mondtam, azt a bizonyos potmétert rugalmasan kell tudni kezelni, rugalmasan kell a mind az ügyfél oldaláról, mind az integrátor oldaláról hozzáállni ezekhez a problémákhoz. Tehát, hogyha újra tesztelés van, finom hangolás van, akkor igenis neki kell feküdni és meg kell csinálni, mert egyébként én azt gondolom, hogy utólag az egész projekt nagyon is megérte a befektetett energiát, mert nálunk rengeteg olyan folyamat, ami az informatikai csapatnak a mindennapos működését segíti, rengeteg olyan automatizáció megtörtént, ami hát mondjanám fogalmazva, kázi nem megy vele az időm. Tehát nem kell leülnöm, különféle szervereknek a naplóit nézegetnem, hanem elég fellépnem a webes felületre, és megnézem kvázi az előző nap történteket. Még egy kérdés a kapcsolatban, hogy a véleményetek szerint mennyire fontos a projekt szponzor támogatása, teljesítő támogatása a projekt sikeressége, egy naplóelemző rendszer bevezetési projektjének a sikeréhez. Mennyire kritikus, hogy megvan ez a támogatás, vagy kellő támogatás? Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy igazából ezt az határozza meg, hogy hogyan alakul a projekt. Tehát a projekt szponzor támogatása minden esetben fontos egy projektnél, de azért egy lefektetett projektnél a projekt zajlásának a függvényében ez a fontossági tényező azt mondom mozoghat. Tehát, hogyha a projekt önmagától képes működni az előre kijelölt nyomvonalon, akkor azt gondolom, hogy nincsen kritikus szint. De egyébként tapasztalatból mondom, lehetnek olyan jellegű kiugrók, amikor viszont elengedhetetlen. Én azt gondolom, hogy itt megint a rugalmasságot tudnám kiemelni. Ezt egyébként talán annyit tudok még, akár nem csak a MKK, nem csak a Petiéknél a tapasztalatunkból elmondani, hogy minél összetettebb egy szervezet, minél tagoltabb egy szervezet, annál nagyobb támogatásra van szükségünk a projekt szponzor szempontjából. Ugye amennyiben viszonylag kisebb szervezet, és minden ott van, és hogyha kimegyünk egy finom hangolásra, egy hibajavításra, és ott van az üzemeltetés, ott van a biztonsági terület, mindenkit össze lehet ültetni, nehogy Isten oda is lehet ülni a rendszer mellé, és lehet vizsgálni arról, ugye, amit Peti is mondott, hogy rugalmasnak kell lenni, amikor mi egy hibával találkozunk, ezt nem jelenthetjük ki az elején, hogy ez már pedig a naplógyűjtő rendszer oldaláról áll valami hiba föl, lehet, hogy egyáltalán nem a HOSZ rendszer szintjén az audit nem megfelelő, lehet, hogy nem jutnak el hozzánk a naplóállmányok. Mindenképpen egy közös munka kell, és amennyiben egy tagolt szervezet van, és nem tudjuk rávenni azt a társterületeket, nagy Isten az üzemeltetést arra, hogy ezeket a beállításokat végrehajtsák, ezeket a finom hangulásokba közreműködjenek, az nagyon-nagyon megnehezíti és elhúz a projekt végrehajtását. Tehát ilyen esetekben én azt mondom, hogy egy felső vezetői, egy projektponzori ráhatás nélkül nagyon nehéz eredményeket gyorsan elérni. Úgyhogy mindenképpen kiemelt. A válaszban az derült, hogy itt minden rendben volt ezen a területen. Nálunk igen, de azért mi nem vagyunk egy 500 fős nagy vállalat, ahol esetlegesen annyira tagolt lenne a társaságnak a felosztása, ahol ez jobban kimutatható lenne.
meg én azt gondolom, hogy nálunk megvolt az a megfelelő mértékű rugalmasság. Most beszélhetünk akár elfordított munkaidőről, akár egyeztetett időpontokról, hogy mindkettőnk érdeke az volt, hogy ez a projekt sikeres legyen, sikeresen le tudjuk határidőn belül és felmerülő pluszköltségek nélkül lezárni. Így én azt gondolom, hogy nálunk annyira nem volt erős ennek az igénye. Elhatározás kérdése, tehát hogy egy szervezet ezt elhatározza, megfelelően felkészül rá, és azt mondom, hogy az integrátor részéről is megfelelő a felkészültség, a felmérés, tehát jól van megtervezve ez a projekt, és rugalmasan állnak hozzá felek, akkor én azt gondolom, hogy ez nem kéne, hogy problémát okozzon. Nem tudom, neked volt a kérdésed? Igen, nekem lett volna a kérdés. Akkor még megpróbálunk rá gyorsan válaszolni. Igazából, ha jól értettem az egész, meglévő rendszeret, már meglévő NATO állományt gyűjtöttétek össze egy központi NATO elemzővel, hát, nagy részt. Annyi, hogy sok esetben ugye még már a NATO, tehát még a megkeletkeztetés még nem történt meg, tehát az audit a HOSZ szinten még mondjuk nem volt beállítva, tehát még nem keletkezett a HOSZ-ok, már adottak voltak, de hogy mit auditáljunk, az még sok esetben nem volt rögzítve. Fölmértétek a napok kockázatát, akkor nagyjából tudjátok, hogy mit naplóztok, és hogy mit nem naplóztok. Uh-huh. Például te pont azt mondtad, hogy kapsz arról levelet, hogy valaki a tűzszonda akar jönni. Gondolom arról kapsz levelet, amit te beállítottál az adott logokról. És ez, tehát ha már információvédelemről, vagy informatika biztonságról van szó itt, akkor ezt szerintem kimaradt a biztonságtudatot is tud adni. Ez nagyszerű ügyvételi rendszer lehet, és tényleg segített a menedzsment, illetve csomó riportolásban, mit tudom én. De hogy az is nagyon fontos, hogy milyen követelmények alapján naplóztok egyáltalán, hogy ez a biztonsági követelményekbe kell valami megjelenni, hogy egy rendszernek mit kell naplóznia, és hogy azt fölmértétek-e, hogy ti ezt naplózzátok-e, vagy nem. Persze, jó. Kezdjed te, és akkor utána. Nem, ez amit a Ügylemel hosszú lesz. Az úr kérdez, ez. Nem, amit te kérdeztél, ez konkrétan a felmérési szakasz. Igen, pontosan tudjuk, hogy mit szeretnénk naplózni, pontosan tudjuk azt, hogy mi alapján szeretnénk naplózni. A szervezetnek van működési elvárása, a belső ellenőröknek, auditoroknak van elvárása, illetve ránk a HPT 13 percig fokozottan értelmezhető. Tehát pontosan tudom, hogy mit szeretnék naplózni. Ami viszont egyébként az előadásból kimaradt, és neked most részint válaszul szolgál, az az, hogy ami nekem különösen jó ebben a rendszerben, az az, hogy azok az események, amiket mi a társaságnál összeválogattunk, hogy szeretnénk a riportban megjeleníteni, vagy riasztást kérni róla, vagy teljesen mindegy warning szintűnek beállítani, az egy dolog. De, mint mondottam volt többször, minden naplóállomány fontos, és azért ez nem azt jelenti, hogy az összes többi naplóesemény az felügyelet nélkül marad. Nem. Értelemszerűen a Lognesnek van egy olyan része, ami nem a mindennapos használat, de az összes naplófájt az összes hostról teljesen szűretlenül mi egy darab helyre. Egy, azaz egy darab helyre elrakjuk. Az, hogy most ezt hogyan másolom, hogyan mentem, az egy részletkérdés, de én bármikor ebből az adatbázisból, ahova a szűretlen naplóállományok letárolódnak, tudok keresni, illetve az, hogy én kirakom a Lognesbe a naplóállományaimat, az nem azt jelenti, hogy az eredeti helyükön nincsenek meg. Tehát nekem több lehetőségem is van arra, hogy, illetve még egy plusz válasz arra, amit kérdeztél. Egyébként a naplózás egyrészt jogszabálykövetés, másrészt meg maga ez az egész naplóelemzési projekt olyan, mint egy jó családi ház. Tehát igazából mindig van új ötlet, van mindig mivel foglalkozni, illetve nálunk jelen pillanatban ez, amit elmondtam a jövő terveknél, például az egyes ügyviteli alkalmazások alkalmazás naplói, de ennek kapcsán például módosítanunk kell az adott báziskezelők naplózásán is. És ehhez segítségemre van az, hogy folyamatosan el vannak tárolva a szűretlen naplóállományok is. Ez gondolom egyébként talán annyit tennénk hozzá, hogy biztos a Petiék, Hölc Petiék elmondták előttünk az előadáson, ugye láttam kint a marketing anyagokon ilyen töltséreket, hogy ugye ez egy folyamatosan szűkölő mennyiség az, amivel, vagy az a naplóállományok, amit feldolgozunk. Ugye nem beszéltem róla itt a prezentációnál, mert ez inkább a kollektorhoz, vagy inkább a parzerhez tartozik, hogy ugye egyrészt, hogy mi az, amit auditálunk, mi az, amit gyűjtés, naplógyűjtő szinten letárolunk, akár fájba, akár adatbázisba, mi az, amit berakunk a naplóelemzési riportokba, ez mind-mind különbözhet, szűkülő halmazai lehetnek egymásnak, vagy azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen törekszünk arra, hogy akár 80-90%-os feldolgozottságot érjünk el
illetőleg hát vannak kiegészítő eszközök a rendszerbe arra vonatkozóak, hogy mi történik, amennyiben egy olyan napló esemény érkezik be, ami esetleg mondjuk még nem ismert, nem volt feldolgozva, akár nyilván van erre különböző statisztikai módszerek is rendelkezésre állnak, hogy szintén ezeket a pattern-öket fel lehessen ismerni a rendszerbe, és akkor ezeket szintén, ha szükséges, akkor riportba kell illeszteni, vagy hogyha kell, akkor keresni lehet rájuk. Hozzátenném, hogy ezeket mi egyébként napi rendszerességgel látjuk a bővös felületen is. Értem, oké, okay. Mindig arról beszélünk, hogy mi az, amit tudtok napozni. Egy csomó rendszerrel találkozom, ami nem tud olyan napról fájlokat csinálni, ami megfelel bármilyen biztonsági követelőnek, hogy annak egy részét fedítsek le. Csak én csak azt akartam mondani, hogy a napról elemző rendszer, az egy fontos rész az infrastruktúrának, főleg az ilyen compliance okok miatt születik, vagy nem tudom, és akkor kihet pipálni egy ilyen megfelelőséget, hogy oké, van napról elemző rendszer, csak hogy látni kell azt is, hogy abból dolgozunk, amit ti beállítottok, és itt nagyon fontos a finom hangvás és a folyamatos munka, mert többnyire nincsen be, legalábbis nálunk nincs elrendben, és hogy persze ez is, mert ugye itt főleg a... Ne legyen ez annyira, hogy nem... Hát ez folyamat... Része, ez a biztonsági infrastruktúrák egy része. Persze nyilvánvalóan nem kínálsunk mindenre megoldást a naplóelemzés, tehát amit te is mondasz, vannak nyilvánvalóan olyan információknak is naplóknak nevezzük, ami nem juthat el a naplógyűjtő, naplóelemzőhöz, és azokra más eszközöket kell használni, ez persze ez ilyen lehetőség van. Ezt próbáltam itt az agentnél is bemutatni, ugye, hogy folyamatosan jönnek föl ilyen kérdések az ügyfeleknél, és ami, hogy az a probléma, hogy egyáltalán eljuthassanak ezek az információk, ezek az üzenetek a naplógyűjtő szervezet. Ezért például az utolsó forrás plugin, ugye ez a TMG, pont egy ilyen speciális eszköz, ami nem hajlandó, bár tűzfal komponens, nem hajlandó syslogon üzeneteket küldeni, akár a hálózati forgalomról, akár a változtatásokról, ami a tűzfal szabályrendszert illeti. Ahhoz kellett nekünk, az volt az igényük, hogy implementáljunk egy megoldást, hogy ezek mégis eljussanak. Most nyilvánvalóan nem tagadom, egyébként vannak nyilvánvalóan olyan esetek, amikor azt kell mondanunk, hogy erre nincs lehetőség. Ez egy olyan zárt rendszer, hogy ha azt ott bármilyen erősíteni szeretnétek a kontrollokat, akkor arra keressetek más megoldást, mert ez a napló elemzésben nem lesz integrálható. Persze. Tehát ilyen. Persze. Illetve hozzátenném, hogy a HPT 13 perci akkor is hatályos, amikor az eszközöket kiválasztom. Tehát én például tudatosan választottam annó, illetve választottunk az informatikai csapattal olyan eszközöket, amelyekről tudtuk, hogy naplózható, bár akkor még nem tudtuk, hogy pontosan a Lognesszel fogjuk naplózni, de nekünk naplózni mindig is kellett, mindig is kell és mindig is kelleni fog. Tehát nekem már az eszközök kiválasztásánál is oda kellett arra figyelni, hogy a naplóállományokat valamilyen úton, módon én ki tudjam abból az eszközből szedni. Tekintettel arra, hogy ráadásul az a cél, amit viszont az elején elmondtam, hogy a menedzsment felvázolt, mi sem vagyunk sokan, és nálunk sincs rá két külön ember, aki leül minden reggel, végignézi az egyes eszközök naplóit, összegyűjti a megfelelő információkat és jelentést ír a menedzsmentes vezetőknek. Nálunk sincs erre lehetőség, tehát nálunk ez már tudatos kiválasztás volt. Az, hogy a Lognes került kiválasztásra a napoló elemző, gyűjtő és elemző rendszerként, az már egy második lépés volt. Remélem, sikerült valamennyire választ adnunk a kérdésen. Nem annyira. Hát megpróbálunk, itt van a standunk, mi megpróbálunk. Bonyolítsuk el nyugodtan. Esetleg be, igen. Lenne még egy kérdésem. Megütött a fülemet, amikor azt mondtad, hogy a születlen állományokat elrakod. Ha jól sértem az architektúrát, ugye az agent összegyűjti a naplóállományokat, benyomja a kollektorba, kollektorba feldolgoz az előfeldolgozás után, ami esemény generális vizsgálandó, vagy a hardware-ben. Ez az én számomra egyáltalán nem jelenti azt, hogy azt a logállományt, amit egyszer már a kollektor feldolgozott meghatározott szűrőminták alapján, azt mondjuk egy év múlva, amikor azt mondom, hogy hopp, most egy új szabályt szeretnék kitalálni, akkor ezen végigfutatom még egyszer, vagy igen? Szerintem akkor erre válaszolok én, tehát egyrészt a feldolgozás az nem a kollektor, akkor ez valószínűleg csak rosszul jött le. Tehát a feldolgozás nem a kollektor oldalon történik, tehát a kollektornak a fő funkcionalitása az csak annyi, hogy fogadja, letárolja, attól függ, hogy hova vagy mit határozunk meg neki, és továbbítsa feldolgozásra ezeket a naplóállományokat. Tehát én azt bármikor mondhatom, és maga a parzer végzi már ennek a feldolgozását és adatbázisba szervezését, tehát én azt mondhatom neki, hogy fogom a naplóállományaim, módosítok a szűrési szabályokon, és azokat a nyers naplóállományokat újra beküldöm magának a parzernek. Tehát erre lehetőségem van, és akkor utána... Ez a parzer oldaláról működik, persze. Tehát ezeket, amit tudni érdemes róla, hogy
Általában az ügyfeleink jelentős részén, ami mentésre kerül, az maga a nyersnapló állományok, tehát amit a kollektor oldalon gyűjtünk. Azok, amik tárolásra kerülnek, ugye akár compliance szempontból, akár bármilyen, ugye 5 év, 8 év, akár a pénzmosás elleni törvény rendelkezései alapján, azok kerülnek 5-8 évre tárolásra, és hogyha bármi szükséges, akkor ezeket bármikor elő lehet venni, és ugye be lehet újra küldeni a parzernak. Általában olyan követelmények vannak, ugye az online feldolgozott riportokat 3-6 hónapig kell megtartani, ez is változhat, de az újra betöltés az szabadon működik, és bármikor tudom módosítani ezeket a szabályokat. Megint csak egy praktikus irányból föltett kérdés. Azért teszek olyan kérdéseket, mert mi is használunk ilyen rendszer, csak egy kicsit más. Persze, igyekszünk válaszolni. Hogy jellemzően ez az ominózus néhány hónapig megőrzem a dolgozott állományokat, az annyira jól működik, hogyha én beküldöm a egy évvel ezelőtti állományt, ezt ő feldolgozza, és abban a pillanatban ki is kurgálja a meghajtóló, hiszen a dátum benne van, hogy mikor kérdezett a log, és azonnal ki is törli magáról. Mert hogy ugye a 3 hónapos időtartamát meghaladta, és ugye hiába jön be feldolgozásra, hiába dolgozza fel egyébként az új szabályt, akkor azonnal ki is tolja a mentésbe. Hát igen, ez akkor valószínűleg az alkalmazásnak a specialitás, vagy a nem megfelelő működés. Nyilván itt nálunk más eljárás van definiálva erre, ugye egyrészt az is szabadon konfigurálható, hogy ez az archiválás vagy törlés, attól függ, hogy mi az az eljárás, amit választunk, ez automatizáltan történjen vagy kézzel. Nyilvánvalóan, ha nem akarunk erre is embert, vagy nem akarjuk, hogy itt is hiba legyen, akkor általában automatizálni kell, de ez konkrétan úgy néz ki, hogy ha például napi táblába tároljuk ezeket a naplóállományokat, akkor nyilvánvalóan 3 hónapnál régebbi táblákat fogja üríteni, törölni, de a visszatöltésnél én teljesen szabadon határozhatom meg, akár létrehozhatok egy másik adatbázisnak, és akkor oda végzem el a visszatöltést. Tehát erre teljesen szabadon lehetőséget enged, tehát nem azt szerint fogja a napló állományaimat elszórni, hogy megnézi, hogy mi van a headerben, hogy az 3 hónapnál régebbi, és akkor bármit is csinálok, az nem fog visszakerülni az elemzőbe. Jó. A kérdés, hogy arra vonatkozott, hogy amikor a feldolgozás nem történik, akkor ő ezt általában az adatbázisban könyvtárban rendezi. Uh-huh. És azt mondja, hogy mondjuk 3-30-án történt eseményt, a 3-30-ai könyvtárban rendezik. Uh-huh. Viszont alapértelmezett szabályként a rendszerben be van állítva az, hogy ő 3 hónapnyi aktív logot tárol, ami mondjuk egy évig lehet akár, kérdés mennyi hely van mögötte. Nemes egyszerűséggel megcsinálja, feldolgozza, majd abban a minutumban, amint a feldolgozás megtörtént, kitörli, hiszen detektálta, hogy a szabályát megsértette és leültette a... Világos. Hát igen, ez valószínűleg nem tudom konkrétan milyen rendszert használtuk, az annak a specialitása, tehát nálunk ez ilyen mechanizmus nincs viszont, beépítve. Viszont akkor ehhez kapcsolatban nem egy másik kérdésem. Előfordul olyan, hogy teljesen mindegy, hogy most van-e hardbit, vagy nincs mögötte, igen. De leszakad a hardbit. Igen. Vagy ne adja Isten, az eszközt újraindítják, és igen. Az eszköznek, mondjuk egy aktív felhasználó eszköznek a cache-ből, az utolsó 2 hétnek a logjaiból egy ilyen masszát visszaküld. Uh-huh. Mit csinál ez a rendszer vele? Mármint melyik rendszer maga az elemző? Igen. Igazság szerint amiben érkezik hozzánk, az fel fogjuk dolgozni. Tehát, hogyha amennyiben azok az állományok nem értelmezhetők, akkor... Nem értelmezhető, de a duplikátum, a triplikátum. Ja, hogy újra el fogja küldeni azokat a logokat. Konkrétan ez úgy fog megjelenni a rendszer oldalán, hogy amit korábban elküldött, az adott napon, az abban az alapi táblába tárolnak, amit újra el fog küldeni, azok be fognak kerülni, de már az új adatbázis táblába, és ott újra elemzésre fognak kerülni. Tehát ezt nyilvánvalóan mi úgy fogjuk... Magában egyébként az eredeti dátum fog szerepelni nyilvánvalóan. Persze, ugye nyilván itt az a kérdés, hogy itt is van egy konfigurálási lehetőség, hogy mit tekintünk. Tehát ugye 3 dátumunk van, vagy akár sok esetben 4 dátummal tudunk dolgozni a rendszerben. Egyrészt van ugye a host rendszernek az ideje, most ugye ez nyilvánvalóan kérdés, hogy azt mennyire tekintjük hitelesnek. Ugye van, amikor beérkezik a gyűjtő szerverünkbe, és ott rányomunk egy időpecsétet, és a 3. idő, amikor ez feldolgozásra került. Ugye ez a rendszerben szabadon meghatározható, hogy mi az, amit elsődleges időnek tekintünk. Általában mi azt szoktuk javasolni ügyfeleinknél, hogy a kollektor idejét, ugye az valami időszerverhez szinkronizálva van, vagy a sajáthoz, vagy külsőshöz, ott kerül rá az időpecsét is, tehát általában mi azt tekintjük hiteles időtartamnak, és az alapján történik a feldolgozás is. Tehát amennyiben, amit te mondtál, eset fordul elő, hogyha az későbbiekben küld naplóállományokat, akkor az adott érkezés időpontja alapján fogja a riportba beszervezni. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy nem látod az eredeti időt. Tehát az is normalizálásra kerül, csak itt most pusztán csak az adatbázis struktúráról beszélek, az az adatbázisban abban a napi táblában fog bekerülni, de egyébként te látod, hogy az esemény mikor keletkezett. És azt szerint is tudsz rá keresni, ez mondjuk fontos.
és ugyanaz az adat benne lesz kétszer-háromszor. Uh-huh. Az a riportban is ugye fog megjelenni, magyarán fals eredmény fog adni egy riportás esetén, ugyanis ugyanaz az eseményt ezt többször tüntetett fel a végeredményben. Ezek többször meg fognak jelenni a riportodba, tehát nyilvánvalóan, amikor te erre mondjuk rászűrsz egy keresést, akkor te abból egyértelműen fogod látni a keresési eredményekből, hogy ott történt valami. Tehát te fogod látni, nem lesz teljesen ugyanaz a két logod, elméletileg, nem gyakorlatilag is, ugye az egyikben egy teljesen más idő fog szerepelni a fogadásnál, illetőleg a másikban is, amikor a kollektor megérkezett, egy más időpont fog szerepelni, te ugye azt látni fogod, hogy itt történt valami a kettő között. Nyilvánvalóan ez is egy vizsgálatot igényel, hogy konkrétan ez miért következett be. Ezt a mi részünkről igazság szerint nem szoktuk mind duplikáció kezelni, hanem ez konkrétan egy jelzés arra vonatkozólag, hogy valami más folyamat zajlott abban a rendszerben.